Hol a régi barikád? A fegyverem kivette el. Hol a fényes barikád? Ki tudja ezt? Ó, az égi barikád virágzik őszi hó alatt. Ó, mondd, ki érti ezt? Ki érti? Mondd meg ezt. Itt a tél, hallgathatok, támad a szél, zokoghatok. Itt a tél, hol alhatok, ki tudja ezt? Itt a tél, elalhatok, támad a szél, megállhatok. Ó, mondd, ki érti ezt, nagy Isten, meghalok. Most a Szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik. Budapest. A tegnapi tüntetések során Budapest utcáin összetűzésekre kerül sor a tüntetők és a rendfenntartó közegek között, jelentették hivatalosan az éjfél utáni órákban. A budapesti közlés szerint az összetűzéseknek emberáldozatai vannak. A jelentés közelebbről nem jelöli meg, hogy csupán sebesülések, avagy halálesetek is történtek. Bécsben és más nyugati fővárosokban tegnap estétől nem tudtak telefon összeköttetést teremteni a magyar fővárossal. Gerő Ernő Jugoszláviából hazatérve a demokrácia fejlesztését ígérte, de azt is hangoztatta, hogy ez alatt szocialista és nem polgári demokráciát ért. Támadta és ellenséges elemeknek nevezte azokat, akik rágalnak a szórnak a Szovjetunióra, és lazítani akarják a szovjet-magyar kapcsolatokat. Szemenszedett valótlanságnak nevezte azt a vádat, hogy a magyar függetlenséget a Szovjetunióval szemben kell megvédeni. Sziasztok! A rádiótól jövünk. Elfoglaltuk. Tele volt mocskosávossal az egész. Elmenekültek, a maradékot meg kinyírtuk. Mit hallottatok? Kimennek vajon a ruszkik? Ruszkik haza! Kimennek! A Nagy Imre lesz kormányom, majd elzavarja őket. Ruszkik haza! Benét, inkább nekünk kell majd kizavarni őket. Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Nagy Imre beszélt este az erkélyről, de semmit nem mondott. Nem mer, vagy nem szabad neki, biztos fenyegetik a háttérből Gerőik, vagy egyből Rákosik. Á, meg kellene védeni! Küldjük hozzá katonákat és védjük meg! Ő meg majd beívja az amcsikat. Nem kellenek nekünk az amerikaiak. De igen, egyedül ők védhetnek meg minket. Meg magukat is a ruszki rakéták. Hé, emberek, honnan szereztetek puskákat? A mi dolgunk. De ha kell neked is, menj a tartalékosok raktárhához, ott adnak. Kijárási tilalmat hirdetnek meg. Statáriumot. Gyerekek! Jobb lenne, hogyha hazamennétek. Ki mondja? Csak nem valami ávósnak tetszik lenni. De ez a fater! Emberek, éppen kéne valaki egy autóval, mert mennék fegyverekért, de aztán se autó, se sofőr. A csepet elkobozták, ezt tudtam szerezni, de szívesen elhozom a fegyvereket. Hova kellene? Hát ide, a Kisfaludi közben meg a Korvéhoz. Aha. Na, Csabi, akkor ugorjál haza anyádhoz, aztán szólja neki, hogy a Korvinnál leszek. Bélus, te meg mennyi az a kajáért? De mondjuk jobb lenne, hogyha mind a ketten inkább otthon maradnátok. Frászt! Anyához persze felugrunk, meg kaját is hozunk, de aztán jövünk is vissza. Nálam van zsíros deszka, ha kértek. Hát, talán jobb lenne most ezt máshol, mert itt lesz egy kis ramazudi, nem? Na, pattanjatok föl, aztán nyargaljunk. Tudja valaki, hogy merre kell menni? A kócos tudja. Na, jöjjön a kócos is. Tempó, tempó. Sziasztok! Szia, Mütyür! Most még lefagyok a tépéseknek! Szia, Bélus! Sziasztok! Hát ti? Csak nem harcolni értetek! Ezt nézzétek! Ezzel lyukasztom ki az ávósokat! Édesapánk elment fegyverért, de nem sokára mi is kapunk puskát, meg mindent. Zsíros deszkát? Nem, köszönöm.
Antibához fegyvert. Nekem is adtok majd. Lányoknak az nem való. Azt hadd döntsük el mi, nők, rendben. Mondom, lányoknak fegyver nem való. Ez férfi munka. Legközelebb fegyverrel a kézben beszéljünk. Addig is viszlát. Jé, hogy fölvágták ennek itt a nyelvét? Hát, ő nem valami szelíd lányka. Ha fegyver kell neki, akkor szerez is. Úgyhogy lehet, hogy jobb, ha tartsz a kezébe. Akkor talán még hallgat is rád. Gondolod? Mhm. Hogy is van ez? Ti unok a testvérek vagytok így négyen? Igen. Ő ott Csabi, az én bátyám. A mi édesapánk, aki most elment autóval, neked csak Antalbá. Ők pedig az unok a testvéreink. Endre, meg ez itt. Ez itt? Dénes! Dénes! Neked csak Dini, természetesen. Hát igen, picit bonja a család. Na, megnézed? Na Csabi, gyere! Ugorjunk fel anyához, aztán meg hozzátok. Meg is ebédelhetünk közben, meg biztos várják már a híreket is. Hű, ez ilyen nehéz. Biztos nagyon hangos. Puskával messzebb lehet lőni. Persze, de nincs puskád. Majd lesz, meglátjátok. Majd meglátjuk. Ki a legény a talpán, igaz? És majd azt is megnézzük. Persze nem akarja mindenki fegyverét megfogdosni, igaz? Mekkora disznó vagy! Mindketten nagy disznók vagytok. Mentem a kötözőbe. Tehát akkor neked is tetszik, ugye? Mióta? Mióta lejárogat a térre. Nekem is azóta. Tetszik? Igen. Azért ez egy picit több annál. Nagy bajban leszünk mi, Ona Kölcsi. Ugyan miért? Hát mert, hogy Ruszkit kellene lőnünk, aztán a végén majd valahogy mégiscsak egymásra célzunk. Értem már. Figyelj! Megvan! Hogyha itt tényleg harc lesz, akkor függesszük fel ezt a dolgot a Gabissal. Aztán majd, hogyha lecsendesülnek a dolgok, akkor majd eldöntjük, mi lesz, okés? Azt hiszem, erről ő fog dönteni. De azért tud varolni a szagod, ugye? Mire gondolsz? Beszélgetésre? Persze, azt lehet, de a puskádat ne add a kezébe, okés? Hát igazából tényleg nagy disznó vagy. Hát gyerekek, ha engem kérdeztek, maguktól nem mennek ki. Egy kicsit noszogatni kell, tehát aztán úgy talán. Na, pakoljátok le a fegyvereket. Na nézd, ezzel fogjuk szétlőni a Ruszkikát. Hé, kócos! Hogy tartod azt a fegyvert? Köszönöm jól. Egyelőre ne lőj észét senkit, legalábbis az itteniek közül, ne? Majd csak néhány ávost. A fene ezekben a sok kölykökbe! Azok kellene küldeni legalább a legfiatalabbakat. Addig innen nem megyünk, míg Ruszkit nem fogunk! Dicséretes rácok, hogy harcolni akartok, de szinte még gyerekek vagytok. Hát miért? Korhatáros a forradalom? A rádióban a szemét Gerő minket is fasiszta reakciós kölyköknek hívott. Hát mi miért ne harcolhatnánk? Ti még nem tudjátok, milyen az meghalni. Vagy mi az a sebesülés? És maga mégis honnan tudja, hogy milyen meghalni? Talán már meghalt egyszer-kétszer. Igen. Én már meghaltam egyszer-kétszer. Egyszer a Donnál, egyszer az oszlom alatt. És haltak meg bajtársaim is. Igen. Azért meg kellene várni, hogy mit mond a Nagy Imre. Lehet, hogy sikerül megegyeznie az oroszokkal, és akkor minden rendbe jön. Nem várunk mi semmire. Ha az oroszok kimennek, akkor jó. Ha nem mennek ki, hanem nekünk jönnek, úgyis jó. Majd harcolunk. Nem félünk! Hát éppen ez az, hogy nem ártana legalább egy picit félnetek. Nem félünk a Ruszkiktól! Nem félünk a Ruszkiktól! Nem félünk az Ávostól! Nem félünk a Komcsiktól! Jól beszélsz, Műtyüri! Féljengerő! Meg Rákosi! Műtyüri, ez jó? Be. Jó, hogy ilyen bátrak vagytok. De ha itt lőni fognak, akkor eleshet közületek bármelyik, azt hogy vesszük a lelkünkre, mi? Na, azért vagyunk itt, mert itt kell lennünk. Ha lőni kell, akkor meg majd lövünk. De előtte egy várat, még magunkkal viszünk. És abba belegondoltatok, hogy mit szól majd apátok, amikor megtudja, hogy itt vagytok? Vagy anyátok? Amikor megsebesültök? Vagy lelőnek valakit, ha? Miért? Másnak az anyja sírhat? Más megsebesülhet. Nekünk nem szabad, de más kiállhat a Ruszkik elé megdögölni? Úgy van. Más anyja sírhat, csak a magunkét óvjuk. Jól mondod, Műtyűr. Mi most a hazánkért vagyunk itt. Azért pedig mindenki harcolhat. Lehet, hogy nem fogtunk még fegyvert, meg kölykök vagyunk. Meg lányok. Még ha olyan Műtyűriek is. De innen minket senki el nem küldhet! Engem traktorral se vonthatnak el. Itt maradunk és küzdünk azért, amit mi hazának nevezünk. És ami most egy szemétdomb. Ávósok földje. A nép! Izéja! Megfelelő kifejezés a szörnyek birodalmára, hogy vörös föld. Ja.
Igen. A szüleiknek kellene itt lenni. A szüleiknek. Na, azt már nem. Azok már túlélték a háborút. Végigcsinálták az ostromot. Éheztek, lótetemet ettek. És akiket recskre telepítettek, azokat is ütötték, verték. Most ők jöjjenek ide harcolni? Igazad van. No de hát abból főzünk, amink van. Na, mutassuk meg ezeknek a srácoknak, hogy hogy kell azt a fránya puskát fogni. Lemegyek! Jönnek a rúszkék! Kicsom meg egy kacsiatomikát! Húzd be a fejed! Nézzék be! Húzd le a nyakad! Balbarikád mögé! Szóltak kifelé! Hey, 30 méterről ilyen dobást! Éljen a mi vezérünk, Csaba! Csak szerencsém volt, na. Mit szól ehhez Antalvá? A fiacskája egy dobással felgyújtotta a tangot. Láttam a rohadt üretben, miközben a fedezék előtt rohangált eszevesztve. A golyók meg úgy süvítettek a feje fölött, hogy azt hittem elájulok félelmemben. A kiugráló ruszkikat pedig szépen kiterítettük. Akik maguk is fiatalok voltak, ártatlan gyerekek! No, hát nézd, hogy örülnek. Na ide figyelj, most, hogy ekkora nagy hős lettél, csak annyit mondanék neked, hogyha még egyszer meglátlak a fedezékek előtt, én magam foglak kilúggatni. Nézd körül, kiket látsz itt? Fiatal srácokat. Többségük még gyerek, te már felnőttnek látszol, elmúltál 18. Mert az is vagyok. Hát úgy tűnik, hogy nem. Akkor nem mutatnál ilyen példát. Kilőttem a rohadt tankot! A rohadt tankot, azt kilőttük volna így is, úgy is, a tieddel együtt még 3-4 molotov repült a tetőkről, csak neked a fedezék előtt kellett rohangálni, mert itt te lettél az első. Ezt az esztelen vakmerőséget akarod példának állítani eléjük? Azt akarod, hogy így rohanjanak a halálba? Nem akartam én semmit. Most miért? Mit kellett volna csinálnom? Például megfontoltan és okosan cselekedned. Tudjuk én az okosságra, meg a megfontoltságra, fater! Hát ezt nevelték belénk, legyünk okosak, megfontoltak. Dolgozzunk, mint a bolondok ezeknek! Azért visznek be és verik le a vesémet, mert nézd, ezeknek semmit sem dolgozom. Különben is, ha nem jön ez a balhé. Akkor átlugnál a határon és irány Amerika. Ja, és srácok megválasztottak a vezetőjüknek. Annak a háznak az emeletén leszünk. Nem fogunk az utcára rohangálni. Talán akkor jobb is így. Ha azt teszitek, amit helyesnek láttok. Gyerekek, gyerekek! Segítsetek itt hátul, a páncélautó tele van lőszerrel! Segítsetek eloltani, gyertek, a gyertek! A lábamat meglőtték, észre sem vettem, pedig itt voltam a fedezékben. Orvosnak, szóljon már! Feküdj le! János! Szorítsa le! Az orvosnak! János! Sebesülés! Na figyelj! Hallod? De figyeljél már, na! Szalad a ruszki! Figyelj, így szalad, de gyere már! Így szalad a ruszki! Én már fenn vagyok! Én szélzok! Egy bóg! A ruszki meg eldől, soha nem kell fel! Sziasztok! Mi a baj? Semmi. Hát azt látom. Semmi, csak Csabi a bátyám már régóta tervezi, hogy átlóg a határon. A fater sem tudott róla. Azt hittem legalább sejti, de nem. Talán ha győzünk, akkor itthon marad. De ki tudja. Tényleg a Csabi hogy rohant a tank felé? Csoda, hogy le nem lőtték. Csoda, hogy nem lőtték le! Most értettem csak meg, mit dumált a fater az elején. Ez nem játék. Itt bárki meghalhat. Még az ember bátyja is. Vagy az apja. Milyen megfontolt lettél, Bélus? Nem hittem volna. Vagy éppen csak begyulladt, nem? Félted a bőrödet, te is. Bármikor kiugrok veled a tankok elé is, ha velem mersz jönni. Megnézem a barátnőimet. A konyhám vannak, meg az orvos mellett. Maguk pedig csak ne rohangálnak a tankok elé. Az a csávó tényleg elvágódott. Én lelőttem, és ő meg meghalt. Széttárta a karjait, és úgy nézette fel az égre. Én még soha nem öltem meg senkit, érted? Sajnálom. Mind lőttünk. Bárki eltalálhatott volna valakit. Akárhogy is, ezek az ellenségek. Tudom én! De akkor is, minek jönnek ide, igaz? Minek jönnek ide? Mi csak a hazánkat védjük, ezek meg itt... Parancsra ölnek, így van! Mm.
Béci? Béci, gondolkodtam a dolgon is. Szerintem döntsük el ezt a gabisos ügyet, jó? Döntsük el! Mire gondolsz? Hát forradalmi párbajra! Vagy nem tudom, ahogy a külszívűvel csinálták, a tesók, tudod? Párbajoznak és felmennek a várba, és aki előbb felér, az der! A másik pedig félreáll! Mi is csinálhatnánk? A baradlaiakra gondolsz? Tudja a fele, csak arra emlékszem, hogy összecsesztek és úszni fel a várba, ahhoz a sok ruszki van vagy ki! Nem ruszkik, osztrákok azok, és különben is, az egy regény, nem a valóság, mégis hogyan gondoltad ezt az egészet? Hát, hogy a Csabit csinálta? Kivegyük a tankok elé, és aki előbb lelőhet, az gyer! A másik pedig félreáll! Én nem mondom, hogy meghalhatunk. Erre te pedig előrukkolsz egy ilyen remek ötlettel. Valamelyikünk meghal, ennek az lesz a vége, és ha most legyávázol, akkor ne gyere el velek, mert már unom! Nem akarom, hogy bármelyikünk is kinyúljon. És mondtam, ha még ez tart, addig függesszük fel ezt az ügyünket a gabissal. Jó, de én el akarom dönteni, igen, és most azonnal! Nem vagyok benne, sajnálom, de nem. Akkor feladod? Azt soha! De nem egy tanktól teszem függővé, hogy ki a lány. Megmondtam erről, ő fog dönteni. De én nem akarom, hogy ő döntsön, mert tudni, a téged választ! Egy dénes. Hé, a hátsó bejáratnál megfogtunk két ruszkit. Valami műszerek vannak náluk. Bezártuk őket a vetítőbe, de őrség kéne melléjük. Mütyűr? Érem, ne nézz, nekünk kötözni kell. Ha, a szúnyoglábát éppen ideje lenne már. Az Isten se tudja, mi ment bele. Ánoskám, nézd meg! A sebesültek kötözésével nem lesztek elegen ketten a Katalinnal. Meg kéne kérdezni a környékbelieket, hogy valakinek van-e ápolási tapa. Ez a kis füles meg mit keres itt? A szomszédházból jött. Rendes gyerek, hozott szilvás gombócot, csak hogy ne zavarjuk haza. Jesszus, szükségünk lesz még kötszerre, jódra és rengeteg lepedőre. Egyelőre még elférünk, de ha tovább folytatódnak a harcok, nagyobb helységkel és több ágy. Te kisfüles, meg menj haza szépen, jó? Ez itt veszélyes. Színes, nem füles. Na hát, ha színes, akkor színes. Na ide figyelj, te kis színes. Te úgyis ismersz itt a környéken mindenkit. Menj el a fiúknak, aztán hozzatok mindent, amik van. Jó? Mert tépés kell csinálni kell, ruha, lepedő, meg amit adnak, azt mind fogadd el. De semmi erőszak, érted? A legjobb lenne, hogyha a lányokkal mennél inkább, ha? Te, színes. Étel is kellene. A legtöbben tegnap ettek utoljára. Sóra, borsra, paprikára és paradicsomra mindenképpen szükség lesz, azt is hozzanak. Mi nálunk az is van, hozok. Ó, de jó, hát akkor hozzá azt is. Meg ne felejtsük el, hogy őrök kellenek a foglyok mellé. Meg fogytán a molotov! Jó, ott a sarkon egy benzinkút, menjetek oda benzinért. Jaj, hát benzinünk van elég. Üveg. Üveg nincsen. Érted? Üveg. Hát ez remek. Benzinünk és puskánk van. Amazoknak meg tankjaik, meg gépfegyvereik, meg repülőgépeik, de üvegből, na, abból hiány mutatkozik. Hát akkor zörgessen mindenki az ablakokon! Ki a paradicsom levekkel az üvegekből? Piros leves tegyen mindenki ma vacsorára! Vagy a legjobb, ha főzés nélkül is ideadják, majd kilukad a gyomrunk. Az oroszok. Mondtam, hogy őrség kéne melléjük. Az oroszok mellé nem kell őr. Kinyírjuk mindet. Na, aztán nem. Ezt a forradalmat nem fogjuk beszennyezni fegyvertelenek lelövésével. Van így is elég gondunk. Hát, dögölje meg mindahol van. Ők is ölnek fegyvertelent. Könyörgöm, akasszuk fel őket! Mire? A vetítőgépre? Ugyanis a vetítőbe zárták őket. Remélem, a rettegett Iván van befűzve. Hol van? Hol van ez az anyaszomorító? Tóth Gábor, hol vagy? Gyere elő rögtön! Gábor, te vagy más elvigye! Küldj el az anyámat! Hol van? Hol van? Azt mondja, lemegy kenyérért, aztán nincs is kenyér sehol. Órák óta keresem, akkor mondják, hogy itt lövöldöz a kisfaludi köznél. Hol van? Adják elő rögtön! Asszonyom, kérem, nyugodjon meg, felébreszti a sebesülteket. Sebesültek? Milyen sebesültek? Közöttük van. Az én kisfiam, meglőtték. Tóth Gábor a neve, de mindenki csak színesnek hívja, mert olyan kis vékony, meg sápat. Úgy kifakult a lelkem. Mibe? A mosásba? Nyugodjon meg, asszonyom, nem halt meg a fia, életben van. De megfog. Az uramat is elvesztettem. Meghalt az ostrom alatt, 2 éves volt akkor a Gáborka. Alig tudtam etetni a romok között. Ott bújtattam, amíg bombáztak, hát hol van? Jaj, ne sírjon, mamácsa, mert megszakadt a szívem, hiszen semmi varom. Hol voltál, jól
akar. Gyere, de most már aztán, ha fölednél fogva kell hazahúzni, akkor is hazavízlek. Jaj, jaj, nem megyek ma mácsóba. Itt van egy dok, van puskám is. Ki fog helyettel ruszkítani? Antal bácsi. Nem mehet haza a gyerek, mert fontos dolga van itt. Majd biztos helyre rakjuk. Ha elvinné, úgyis megint megszökne, nem vigyázhat rá egyfolytában. Mondjuk feneeszes gyerek, az biztos. De hova tenné? A vetítő mellé. Úgyis van ott két orosz fogoly, azokra kellene figyelni, hogy nehogy megsebesüljenek, vagy megszökjenek. De mondjuk ez egy felelősségteljes feladat. Az is lehet, hogy egy bátrabb legényre kellene bíznom. Megcsinálom én, bizony Isten, úgy vigyázok rájuk, nem lesz ezeknek semmi bajuk. Na jó van, kisfüles. Akkor az Otto bácsival nyargaljatok fel a vetítőt. Na, gyere te, színes. Gyere. Legközelebb inkább orosz tankok ellen fogok küzdeni. Igaz is. Kócos, táskás, menjünk. Gyertek utána. Csaba, Csaba, várjon! Álljon már meg az Isten szerelmére! Várjon! Igyon! Majd újra töltöm. Mert nem figyel magára. Lehet. Jobban figyelek a ruszkikra, meg magára. Én rám? Ugyan miért? Hát miért az én csapatomba állt be? Mert magát egy kicsit ismerem. Az lehet, de nem ezért állt közénk. Most már egyébként tegeződhetünk is. De. Jaj, ne butáskodj! Gyere, inkább bekötöm a sebedet. Hát ti meg... Örültök, hogy megvagytok, mi? Nem egy könnyen nyifadunk ki, Antalvá. Apa, ez a majom Dénes mindenáron párbajozni akar. Már megint milyen ökörséget találtatok ki? Nem ökörség, csak hát van egy lány. A Gabika. Ja, értem, egy lány. Uh-huh. És hát tetszik mind a kettőnknek. Dénes szerint pedig el kéne döntenünk, hogy melyikünk udvarolhat neki. Ja, hát arról pedig a lány szokott dönteni, ha jól tudom. Én is ezt mondom neki. Tudom, tudom, én is tudom, de hogyha az egyikünk félreállna, akkor a másiknak szabad a pálya. Mondom, azért a lány. Ez. Szóval az orosz tankok ellen kellene... Mit kellene az orosz tankok ellen? Hát a párbaj, a tankok ellen. Aki előbb kilő egyet, az nyer. Párbaj a tankok ellen. Meg ne halljak még egyszer ilyen maromságot! Megértettétek? Gondoljatok már egymásra! Meg mit gondoltok, mit szólna egymásnak az anyja? Ha? Vagy hogyha az egyiket lelövik a másik miatt, hogy számoltok majd el a lelketekkel? Ígérjétek meg, hogy nem fogtok orosz tankok ellen rohangálni. Megígérem. Gyáva! Te egy gyáva senki vagy! Te meg egy ávós! Én nem ígérek meg nektek semmit! Pár, Dénes, óvatosan! Gyere, szúnyog! Azért olyan gyorsan még nem tudok futni. Ebben meg mi ütött most? Szerelmes. Ja, szerelem. Meg már lassan el is felejtem, hogy milyen az. Te, Béci, ígérd meg, hogy nem fogsz orosz tankok ellen ugrálni. Megígértem, nem? Igaz. Te hoztad fel. Biztos megérted, hogy miért lettem olyan dühös. De nem egyszer elmondtam már, hogy a halál az nem játék. Mit nem a halál ér, mi a szabadságért küzdünk, érted? Tudom, azért is mondtam el neked. Ja, te hoztad fel a témát. Jól tetted, hogy elmondtad. Jönnek a ruszkik, fedezék be 200-at a körút belőle! Mindenki be a fedezékbe! Be a barikádok mögé! Kocos! Kocos, be a barikád mögé! Gyertek elő, lőni kell! Nem látod, hogy lőnek, mint a bolondok, kocos! Hogy te de engem nem tudnak... Kocos! Be a barikád mögé! Kocos! Kocos! Orvos! Orvost, úristen! Orvos! Gyorsan, sebesül! Orvos! Hívjatok egy orvos! Jánost! Adta a bácsi a Jánost! Hívjátok! Dénes! Köszönöm ezt, Dénes! Hiába próbálták fedezni. Amikor megfordult a gőlszóró, elkaszálta. Jaj, Antal bácsi. Hát itt vagy. Mondták, hogy... Hát itt vagyok. Béci, én nyertem. Igen, te nyertél. Csak én udvarolhatok neked, Gabis. Fogsz te még udvarolni Gabikának, érted? Sajnálom. Nem akartam. Sajnálom. Az oroszok! Hol vannak az oroszok? Nem! Megölték az unokaöcsémet! Muszáj tennem valamit! Felsét nincs hatalom! Láttalan, lőni akarsz lőni! Itt vagyok én! De az oroszok, azok fegyvertelen emberek! Csak 15 éves vagy. Csak
Csak 15 volt! Haltak meg fiatalabbak is. Bent fekszik egy 14 éves lány. Mindjárt jönnek érte. Azt sem tudom, hová fogják majd eltemetni. Mit mondok majd az anyjának? Nekem kellett volna vigyáznom rá. Mit mondok az öcsémnek? Te vagy a hibás. Pontosan tudjuk, hogy kik a hibásak. Igen, az oroszok. Nem! Hanem akik a parancsot adták nekik. Az ülői és a körút kereszteződése tele van a hozzájuk hasonló halott szláv gyerekekkel. Aki fogságba esik, az egyelőre megúszza a mészárlás. De mi fog velük történni, hogyha egyszer kiadjuk vagy kicseréljük őket? Kiadjuk. Kicseréljük őket. Mert mit hittél? Örökre itt maradnak a vetítőben? Ennek egyszer vége lesz. Egyszer vége lesz. Vége lesz, igaz? Nézd, én orvos vagyok. Az emberek életének megmentésére tettem fel az életem. Én nem tudok ölni. De ha tudnék, akkor sem lennék ott szívesen, ahol ezek a kölykök lövik a tankokat. Én csak a sebesülteket látom, a veszteségeket, a halált. Tudnék imádkozni, akkor imádkoznék, hogy legyen vége. De ne csak úgy legyen vége. Győzzünk. Győzzünk végre. Szerinted győzhetünk? Miért te azt hiszed, hogy nem? Mondd meg nekem, Monti, hogy a francba győzhetnénk? Én nem tudom. Nem tudom, János, de itt mindenki hisz ebben. Mert ami itt van, az nem tartható. Régóta nem tudok imádkozni, mert nem értem magamban Istent. De most fogok, hogy legyen vége. Akkor mondj egy imád Déneske lelki üdvért is. Azt hiszem, hogy megérdemli. Úristen, jönnek a ruszkik! Fedezünk! Jönnek a ruszkik! Jönnek! Most mi lesz, Endre? Mi lenne? Meghalt az öcsém. Harcolok, amíg csak orosz látok. Sajnálom. Tudod, az a párbaj. Tudom. Mondta Dénes. Nem hibáztatlak. Apád jól tette, hogy lemarházta. Bár lehet nekem kellett volna. Nem hallgatott. El sem hiszem, hogy nincs. Én se. Az nem lehet. Csak elbújtott. A tetőn vár. Mindjárt felmegyek, és ott lesz. Jaj, az előbb olyan könnyen, csak széloztam, lőttem. Dőltek a ruszkik, mint a zsák. Megyek is, hát ha megint jönnek, megnézem. Én is mindjárt jövök. Ne siess! Úgy érted, nem fogsz gondolkodás nélkül harcolni. Az nem hozza vissza Dénest. Nem fogok, de most ne csitíts. Addig harcolok, amíg orosz látok, aztán... Azután mi lesz? Hogyha győztünk, mégis hogyan lesz? Hogy mi lesz? Kimennek a ruszkik, és kész? Élhetünk szabadon, dolgozhatunk, tanulhatunk, és nem a rohadt elvtárs... Nem a rohadt elvtársak mondják meg, hogy mit szabad és mit nem. Nem lesz többet AVH, és nem kell félni a besúgóktól. Persze, mindezt akarjuk, de ki fog vezetni? Nagy Imre? Mindenki elfelejti, hogy azért ő is kommunista. De ő nem olyan, ő nemzeti kommunista. Nemzeti. Van olyan? Hát ők nem internacionalisták? Nem azt hangoztatják mindig? Gondolod, hogy majd a kezünkbe adják a gyárakat, meg a vállalatokat, és ott majd a dolgozók fognak parancsolni? Az már majdnem kapitalizmus. A kapitalizmus is szar. Ott is csak rabszolgák lehetünk. Azt hallottátok, hogy Rákosi Mátyás király áruhában járja az országot, hogy megismerje az emberek hangulatát? Beül egy moziba, ahol a vetítés előtt éppen őt mutatják. Mindenki feláll és vastapssal kiáltják. Éljen Rákosi! Éljen Rákosi! Mátyást, ez nagy öröm tölti el, ám egyszer csak valaki nagyot csap a fejére. Tapsolj, kopasz! Különben elvisz az ávó! Jaj, bocsánat, vaják, bácsi! Én utálom a pártot. Az AVH-t meg pláne. Ezeket itt mind. De nem tudom, mi lenne a jó. Talán neked van igazad, öcskös. Ennél még a kapitalizmus is jobb. Nem azt mondom. Csak azt, hogy a kommunizmus szerintem nem működhet. Mivel rossz elméletre épül. A más vagyonának, birtokának az elirigylése. Egy rendszer, amiben a nép nem dönt semmiről, amiben nincs demokrácia, csak elnyomás. Mindegy. Gyere, Csabi, keressük meg Endrét. Most jobb, hogy odafigyelsz rá.
Dénes elment, minket pedig itt hagyott, és egy falat rakott közénk. Meg akart nyerni egy versenyt, amit nem lehet. De közben mi is vesztesek lettünk valahogy. Hogyan lehetnek az öttünk bármi, ha ezentől ő mindig ott áll? Csak egy dolgot mondj meg! Persze, hogy téged! Na, Ottóbe, ezért mondom én mindig. Az unokáknak egyszer majd jó lesz, de az elvtársaknak már most is jó. Ja, az elvtársaknak már most is jó a szép budai villáikban. És ha nem vagyunk résen, akkor az unokáiknak is jó lesz. Na, látja, nekem sose lesz gyerekem. Én már egy héten belül meghalok. Na, miért halnál meg te gyerek? Mert jönnek még a ruszkik, meg a komcsik, és halomra lőnek minket. Ne beszélj ilyeneket, ránk hozod a bajt a jövendőléseiddel. Ez nem jövendőlés, hanem ez az igazság, mindenki tudja. Maga ne tudná, Vaják bácsi. Hallgass már, fejezd be, hallod? De azért előtte még szétlövök egy párat. Ne vigyék el olyan könnyen az írhájukat. Hallgattassa már el valaki! Na, hát még az is lehet, hogy győzünk. Ja, egyszer talán. Győznek azok, akik jót akarnak meg szabadságot. De én azt már biztos, hogy nem élem meg. Ne károgj már, borzas farjú, hát így harcolsz. Puf, puf, puf. Nem is ezt mondom. De igenis mondod. Mindig, amikor meghúzod a ravaszt. Aztán miért vagy benne olyan biztos, hogy meg fogsz halni? Cigány nagyanyám eljött álmomban, ő mondta. Márpedig ő biztos, hogy tudja, hiszen 2 éve a túlvilágon dekkol. Nincs is túlvilág. Hát de biztos, hogy van. Különben honnét jött volna el a nagyanyám? Aztán, hogyha olyan biztos vagy benne, akkor miért nem húzol el? És mégis hova mennék? Haza? Nyugatra? Vagy bárhova? Otthonom az nincs. A nyugat meg csak egy távoli fogalom, senki nem tudja igazából hol van, merre. Esetleg a bárhová még maradna, de hát ott meg a komcsik simán megtalálnak. Akkor már itt a legjobb. Itt vannak a barátok, meg a harcostársak. Együtt megyünk a túlvilágra nagyanyámhoz. Igen, együtt megy a sok jó barát. Együtt megyünk a túlvilágra. Győztünk! 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 Az ott egy ISU 152-es rohamlöveg, látod? Ez tüzérségi eszköz, nem utcai harcba való. Nézd csak, ott vannak az oldalán a szellőző nyílások. Ott dobták be a molotovokat a srácok. Mi az a molotov, apa? Az olyan, mint a kézigránát. Egy palack, benne benzin és olajkeveréke. A tetején pedig rongy. Meggyújtották, és azután rádobták a tankra. Ez nem tank, ez rohamlöveg. Okos vagy, jól megegyezted. De rohamlöveg. Meg akár egy ilyen UASZ teherautó ellen is jó. Ezt éppen egy fiatal fiú lőtte ki. Hűha, eldobtál a maratomat. Nagyon bátor lehetett. Úgy bizony. Nagyon bátor fiúk harcoltak itt. Na, menjünk, mert anyád már kész van az ebéddel. Remélem, ünnepi sütit is készít. Ruszkik haza, kötelet Gerőnek, Rákosit börtönbe. Esti a hírlap. Ruszkik haza. Hát ezek elmentek. Ja, talán nem. Talán nem. Akkor talán mi is hazamehetünk. Hely, de sürgős lett. Mennétek már rögtön családot alapítani, mi? Ne gúnyolódj, de hogyha győztünk, akkor minek maradni, nem igaz? Többek elmentek tárgyalni a fejesekkel, sajnos nem hiszem, hogy vége van. Sajnos ennek sosem lesz vége. Hát miért nincs vége? Ha már a fejesek tárgyalnak, majd kialakulnak a dolgok. Szovjetek addig nem állnak velünk szóba, amíg nem adjuk át a fegyvert. Tegyük, adjuk át a puskákat, és csak utána hajlandóak beszélni velünk. Ezt mondják. Még mit nem? A disznók azt hiszik, hogy nem érezzük meg a hazugságuk bűzét. Ja. Ezt a mesét még én sem veszem be. Pedig én aztán feletté fiszékeny vagyok. Hát igen, ez a szöveg valahol bűzlik. Ha,
Ha egyszer fegyverrel szereztük meg a szabadságunkat, akkor hogy tudnánk megőrizni fegyver nélkül? Ha, bezzeg az oroszok! Örülnének, hogyha átadnánk a puskáinkat. De hogyha szabadok vagyunk, akkor miért ne lehetne nálunk? Legalább a tárgyalások végéig? De kik tárgyalnak már megint a fejünk felett? Kik egyezkednek helyettünk? Hát az elvtársak. Megint előbújtak a patkányukaikból. És most már ügyeskednek is. Na én őket sejtem el javaslat mögött. Én is. Esti a hírlap. De meg ki vagy tulajdonképpen? Én? Hát én vagyok a nép hangja. Vegyenek újságot. Mikori? Van itt minden 23-a és 29-e között. Ezt itt például mindenki szídja. 24-i népszava. Állítólag az áll benne, hogy soviniszta elemek megtámadták a munkásosztály dicsőséges verez zászlaját. Állítólag. Te nem olvastad? Én nem olvasom, én csak eladom. Ez fontosabb. És ki veszi meg? Senki. Odaadom ingyen. Lehet bele csomagolni kolbászt vagy puskát. Kinek mi az ízlése? A többi újság érdekesebb. Nagy Imréről írnak, meg a népi demokratikus forradalom győzelméről. De azokat se veszi senki. Akkor meg minek árulod? Hogy minek? Hát ez a meló. Újságárus vagyok. Most 5 napig persze jobb volt, molotovot dobáltam a tankokra. De bennem van felelősségtudat, meg dolgozói önérzet. Úgyhogy ma már dolgozom. Tudtad, hogy egy kicsit ütődött vagy? Miért? Te talán tudod, hogy mit kéne csinálni egy forradalomban? Nekem ez az első. Na hát igen, hogy hogyan tovább. Ugye a munkástanácsokat már megalapítottuk. Most folynak a tárgyalások a nemzetőrségekről. De a fejesek azt akarják, hogy a javát a rendőrség meg a katonaság adja, ne pedig a forradalmára. De téged is megválasztottak nemzetőrvezetőnek, apa? Hát igen, csak nem vállaltam el. Épp elég felelősség az, amit a családjáért érez az ember. Mi adtunk ugyanne? Anti bácsiban megbízunk. Miért nem szólt? Mi aztán nem hagytuk volna, hogy visszautasítsa. Rávettük volna, hogy vezessen minket. Rávettetek volna, mi? Pedig egyszerű ez. Hogyha kimennek az oroszok, akkor mindegy, ki nemzetőr, ki nem. Mert akkor rendben jön minden, akkor szabadok leszünk. Ha meg nem mennek el, hát akkor is mindegy. Mert akkor nem lesz itt semmi sem. Csak egy maradtnyi forradal már meg. És halottak. Nem! Nem, nem, győztünk, rendbe fognak jönni a dolgok. Jönnek az amcsik és eltakarodnak az oroszok. Hogy aztán majd az amerikaiak üljenek a nyakunkon? Akkor már le se tegyük a fegyvert. Ne olyan hevesen. Amerikában tényleg demokrácia van. Ott nem az elvtársak parancsolgatnak, meg nem mindenkinek kus. Ott sajtószabadság. Sajtószabadság, itt van-e? Itt a sajtó, ez meg a szabadság. Ha kell, kicsomagolom, aztán ezzel fölrobbantok minden mocskos ruszkit, meg AVH-s, meg kommunistát. Még az amerikaiakat is. Bárkit, aki ellenünk jön. Ja, Endre, jó. Ezt most tegyük el, jó? Lehet, hogy nem is lesz rá szükség. Hazamehetünk végre. Béke lesz. Megbízhatunk Nagy Imrék kormányában. Ha, Nagy Imrében talán. No de hát a kormánya Kádár János. Buci Gyuri. És a kisgazdapárti Kovács Béla. Ő még csak nem is kommunista. Most szabadult ő. Biztosan nem fogja folytatni a padlássöprést. De nem igaz, ti nem láttok? Hát azok is ugyanúgy vörösök. Vissza fogják hozni az AVH-t meg a ruszkikat, nem lesz itt semmi változás. Hiába harcolunk. Te meg miről beszélsz? Hiszen győztünk. Talán marad egy-két régi ember. De nem egy-kettő maradt egy tökfej, hanem egy csomó. És hogyha már egy is maradott, vége mindennek. Benn van a lábuk az ajtórésbe, és nekünk nem osztottak lapot. Nagy Imre lehet, hogy jó hiszemű, hiszékeny, még az is lehet, hogy tudja, mit csinál, de a vörösöknek én már nem hiszek, és nem is fogok. Ha szocializmust építünk, akkor azt nélkülük. De jobb lenne, hogyha valami teljesen mást építenénk. Jól beszél a gyerek. Jól. Nézegetem ezeket a lapokat, és futkározik a hátamon a hideg a sok hazugságtól. Persze, finoman hazudnak. Mindig csak egy kicsit. Csak cseppenként adják, ahogyan kell, mint a mérget. Azt mondják, volt egy kis elégedetlenség. Egy forradalom nekik elégedetlenség. Hőbörge kicsit a sok fiatal, azután hazamennek ők, meg majd kijavítgatják a hibákat. Miért ezek akarnak javítgatni? Mi meg eltemetjük a halottainkat és bólogatunk nekik újra! Ne olyan hevesen. Jól mondtátok. Sokan hisznek a kommunizmusban. Az eszmék jók. A szándék is dicséretes, csak hát a módszerek. Hogyha az eszmék jók, akkor miért van szükség ennyi tankra? Mennyit is szedtünk le belőlük? 10-12-t? Miféle elv mögé kell ilyen rettenetes erő, ha? Miféle? Miért régen talán jobb volt? Mert a Horthy alatt olyan jól élt a szegénység. Akkor Trianon után állt föl az ország. Itt voltunk ipar nélkül, gyárak nélkül, meggyötörten, összetörve. Horthy alatt nem volt jó.
De az nulláról, a semmiből építette újra az országot. Amit aztán elvitt a háború, mert abból sem sikerült kimaradni. Akkor is az oroszok ellen harcoltunk, most is. A 43-ban győzünk, talán most békében élhetnénk. Olyton két fogány között. Hogy lehet itten megmaradni egyáltalán? Szépen mondja Antibá, hogy látja maga, mi lesz itten? Hogy én, hogy látom. Hát szépen visszajönnek majd az elvtársak. Letörlik a koszt a vörös zászlókról, meg a szobrokról, aztán megsimogatnak pár fejet, éppen annyit, amennyit kell. Fölakasztanak, meg börtönbe vágnak annyit, amennyi elég a félelemkeltéshez. Sima kezű, sejemkesztyűs diktatúra lesz itt. Mosolygós zsarnokkal az élen. Aztán lehet majd szépen kussolni. Kivéve, hogyha győzünk. És ha nem? Ha nem, akkor harcolhatunk és meghalunk. Maradhatunk és megtörnek. Vagy elmenekülhetünk. És akkor elszállunk a széllel a semmibe. Harcolunk és meghalunk. Maradunk és megtörnek. Elmenekülünk és elszállunk a széllel. Hát, szép kis kilátások egy győztes forradalom másnapján. Esti a hírlap! Pogácsáta? Sütöttem egy kis pogácsáta a győzelemre. Na, vegyen. Hát, Katikám, megint jól átvágtak minket. Kicsit hitegettek, kicsit tárgyalgattak, hogy aztán végül jól átdobjanak minket a palánkon. Hát, most itt vagyunk. A kötöző lassan megtelt, az oroszok közelednek, nekünk meg nincsen hova elbújnunk. Dehogy is nem. Menjünk. Szökjünk el. Menjünk át a határon, menjünk nyugatra. Most még lehet. Hisz egy orvos ott is orvos. Fiatalok vagyunk, biztosan sokan segítenének, talán jobb is lenne. Idegen földön szenvedjük végig ezt az életet. Idegenek között éljünk, gyarapodjunk. A gyerekeinket az ő nyelvükön tanítassuk, az ő hőseiket, művészeiket tartsuk elébük. Ez számomra majdnem olyan borzasztó, mint az oroszok kezébe kerülni. Igen, de hát mégiscsak jobb, mint a romok alatt feküdni tarkólövéssel. Igazad van. Igazad van, de nekem valahogy még sincs utam egy ilyen világba. Én csak élőhalott volnék ott. Én olyan erősen gyökereztem ide, ebbe a suta, önutáló országba, hogy nem bírnám ki az átültetést. Akkor legalább bújjunk el valahol a városban. És rettegjek attól, hogy mikor jut eszükbe megtalálni, mikor találnak meg, mikor jut eszükbe elővenni? Hogy összetörjenek, megalázzanak, vagy kikészítsenek? Hát akkor mit akarsz? Innen akarsz menni a sírodba szépen lábbal előre? Vagy gurítsák a téren gödörbe a tested? Már egyes számban beszélsz. Nem veszed magadat mellém. Hát nem is. Harcoltunk, vesztettünk, most az a dolgunk, hogy éljünk túl. Mert én élni akarok, és élni is fogok. Nem fogok itt meghalni a kommunisták kedvéért. De látsz még itt ki utat? Látsz még utat egy emberi élethez? Nem érdekel, hogy emberi lesz-e vagy sem, vagy hogy lesz-e benne méltóság, vagy sem, élet lesz, szomorú, megtört, de élet. Az a kicsi jó megszülethet, felnőhet, megkeresheti a saját maga forradalmát és életét. Nem hagyom, hogy esélyt se kapjon mindenre. Bocsáss meg. Bocsáss meg, én nem tudtam, hogy ilyen bátor vagy. Én csak félek. Félek a saját gyöngességemtől. Félek attól, hogy megtörök és kompromisszumot kötök. Elviselem mindazt a szörnyűséget, amit velünk tesznek. És igen. Ha már megkérdezted, igen. Én itt maradok. A rom előtt épületek a halott katonák és a romos tankok között. Ez a hazám. Én itt maradok. Gy-
Gyerekek! Gyerekek! Nagy baj van! Nagy baj van! Azt mondják az oroszok, akiket bezártatok ide a vetítőbe, hogy ők bemérő tisztek! Bemérték az egész Corvin közt! A nehéz tüzérséggel szét fognak lőni itt mindent, értitek? Nagy baj van! Meneküljetek, gyerekek! Jöjjenek, csak kinyírom az összeset! Megőrültél? Épp ez az, hogy nem jönnek, hanem lőnek! Be van mérve a Corvin közt, szétlőnek itt mindent! Be vagyunk mérve? De hát akkor ledarálnak itt mindent. Nincs értelme itt maradni senkinek. Mi úgy gondoltuk, hogy azon a legjobb, hogyha most már elmennénk. Elfuttok? El bizony, vár minket Párizs és New York. Szóval így döntöttetek, irány a határ, igaz? Ott legalább nincsenek az elvtársak meg a spiclik. És hogyan találkoztok a szüleitekkel, a testvérekkel? Arra gondoltuk, mi lenne, apa, te is így gyere. Gyere velünk, anyával együtt. Anyád belehal a bánatba. És ti is, Béci. Sajnálom, mi nem vagyunk együtt, amikor Dénes meghalt, akkor... Akkor úgy gondoltátok, hogy ő majd a túlvilágról figyel titeket, és elirigyli a szerelmeteket. Dénes halott, és nem tér vissza. Szabadok vagytok. Na látod, minek maradnátok itt? Megoldódnak itt a dolgok. Megoldódnak? Hát most jön majd csak a nagy gebasz. Nem jöhettek haza, mi sem mehetünk ki hozzátok, még levelet se írhatunk egymásnak. Kösz, Szendre, igazán megnyugtattál mindent. Ne engem hibáztasd, azokat, akik a barom tankokon jönnek felénk. Marad a szökés vagy a halál. Te is gyere velünk, Endre. Ne vacakoljatok, ez itt most már a halál, az meg az élet. Ez a halál? Ez eddig a hazád volt, és most már neked ez csak a halált jelenti? De hát, hogyha egyszer az lett, ez itt most már nem a haza. Ez egy szemétdomb, és a takarítók hamarosan ideérnek. De hát akkor is a hazád! Az egyetlen hely, ahol élni tudsz, ahol élni lehet. Külföldön nem lesztek mások, csak árnyékok. Annyit fogtok élni, amennyi adót fizettek. Nem lesztek mások, csak árnyékok a falon. Gyökértelen lézengők! Meglássátok! Megértettétek? Antolj be! A kócsos nem mozdul! Hé, kócsos! Ne hülyéskedj! Mi van a kócsosra? Már nincs még itt az idő a pihenésre. Ne! Hagyd őt! Kócsosra! Kócsosra! Kócsos! Mi van vele? Meglőtték. Kócsos! Egy lövés. Tarkon lőtték. Fentről lőtték le. Fentről. Megnézem! Csináljon valamit, Anti bácsi! Ez nem mehet így tovább! Elment a kócos. A nagyanyja után. Hiszen megmondta. Utat, kócos. Érdekes. Sok halált láttunk már. De kócosét valahogy mégsem tudjuk feldolgozni. Ez túl van a felfogó képességünk. Van, ami túl van. Mondd, változtak azóta a dolgok? Uh-huh. Változtak. És akkor menjünk, vagy maradjunk? Nem tudom. Miért kell ilyen döntéseket hoznunk? Hogy hozhatunk meg ilyen döntéseket? Béla. Féltem, és elöntött a kétség. De jó, hogy velem vagy. Jó, hogy veled vagyok. Így minden könnyebb. Na gyere, szedjük össze, ami még a moziban van, aztán induljunk. Igen. Nem. Az Istenit. Keresgél, vaják. Keresgél, és mit talál? Csak biztosra akarok menni, hogy mindent sikerült elégetni, hogy semmi ne kerüljön azoknak a kezébe. Azoknak a kezébe? Kiknek a kezébe, vaják? Hát azoknak. A ruszkiknak. Hát maga aztán nem szívbajos. Most miért mondja ezt? Mert az imént innen lőttek le egy gyereket. Egy kislányt.
és maga olyan nyugodtan tesz-vesz itt, mintha mi se történt volna. Ugyan már, hogyan lőhetett volna innen bárki is? Nem lőhetett volna, hanem lőtt! Méghozzá fentről! És ez az egyetlen éppen maradt erkély. Innen lőttek vaják! Mit akar Erdődi? Elég volt vaják! Véged van! Ha! Nekem van végem! Maguknak van végük! Itt vannak már az orosz elvtársak a sarkon! Szétlövik a maguk rohadt kis ellenforradalmát! Forradalmát! A mi kis forradalmunkat vaják! Ellenforradalom! A maguk kis ellenforradalmát! A kommunizmus ellenes büntetteit! Igen, szovjet katonákra lőttek! Belügyi elvtársakra lőttek! Most itt a büntetés! Te lőttél vaják! Sorolt szépen a beosztásodat, spicli! Vaják Elemér, az államvédelmi hatóság hadnagya. Hát akkor kibújt a szögaságból. Azért jöttél vissza, hogy az iratok közül kikeresd a forradalmárok névsorát. De én már elégettem mindet, mert tudtam, hogy visszajöttök tisztogatni. A szerény kis vaják bácsi, aki meghallgatja a fiatalokat, bólogat a forradalmuknak, aztán lelövi őket! Bűnös volt! Gyerek volt! Úgyis kivégezték volna. Szovjet katonákra lőtt, elvtársakra lőtt. De nem végezték ki. Maga végezte ki. Tanúk és bíróság meghallgatása nélkül. Törvénytelenül! Törvénytelenül! Én cselekedtem törvénytelenül! És maguk kimennek az utcára. Ölnek, rabolnak, politizálnak, bontják a rendet. Hol itt a törvény? Kitől kaptak erre engedélyt? A magyar néptől. Sőt, a nemzettől kaptunk erre engedélyt, a hazától. Maga pedig elárulta a hazáját, vaják. Én ugyan nem. Én a közrendet, a törvényes rendet védtem, a szocialista rendet. Igen. Én nekem igazam volt. Maguk. Maguk. Maguk felépítették a kommunizmust. A nép nem kér a fasisztákból. A kommunizmust. Látjuk a vívmányait. Tankokkal lőnek a dolgozókra. Ágyúzzák a prolikat! Elegünk van a kísérletezésből, lassan belehalunk a kommunizmus vívmányaiba. Sem grófot, sem elvtársat, többé nem akarunk a fejünk fölé. Ha. Maga álmodozó. Hát maga tényleg azt hiszi, hogy a nép tud bánni a hatalommal. Az csak képzett elvtársak birtokolhatják. Olyanok, akik nem félnek. Jöjjenek az akasztófák. Azért kapott golyót a kis dög, mert fegyverrel hadonázott. Mert félni kellett tőle. Mi nem akarunk félni. Inkább égjen minden. Miket nem lehet kiirtani, vaják. Mi vagyunk a nép. Mi vagyunk a magyarok. Halljátok ezt a dübörgést? Már nem akarom, hogy maradjatok. Halljuk, úgyhogy induljunk. Nem sokára ágyúznak, utána pedig hemzsegni fognak itt az oroszok. Lehet egyáltalán még nyugatra menni? Itt van a határ? Nem tudjuk, de mi minden esetre megpróbáljuk. Itt igen, nem maradhatunk. Igen, mit döntöttünk? Gyerekek, menjetek! Menjetek, ne késlekedjetek, Béci! Béci, még nem döntötted el, akkor indulj te is. Csabikám, te is menjél. Endre, menjetek! Szólok anyátoknak. Nem tudom, Antibá. Ne tétlenkedj. Menjetek ki nyugatra, majd ott kint folytatjátok. Meséljétek el, hogy mi történt itt. Eljetek. Nyugodtan így. Séljetek meg. Biztos, hogy elhazudják majd. Eljetek! Együtt. Együtt. A fiúk előttem vonulnak. Mellükön lőtt seb a kokárda. Fiúk, ti édes kis suhancok, ezért jöttetek a világra? Hosszú, hosszú a menetetek. Vonultok megszentelő őszben. Fiúk,
Ez a ti ünnepetek, örök fényeskedős, időtlen. Kisöcséim, vonuljatok, csak arcotokon sírgyertyák fénye. Legkülönbjei suhancoknak legenda lesztek ezer évre. A fiúk előttünk vonulnak. Hősei a leggyönyörűbb ősznek. Vérvirágos kokárdát hordnak, és átlőtt szívükkel is győznek.